Szia, üdvözöllek a YouTube csatornámon, én Jössze vagyok, és ez itt az Anya Mindenhez is. Rendesen kómás a fejem, ne haragudjatok, de nagyon rossz éjszakánk volt a gyerekekkel. Beköltözésünk óta folyamatosan foglalkoztat a téma, hogy hogyan tudnám csökkenteni az általunk termelt hulladékok mennyiségét. Rengeteg hulladékot termeltünk, meg azért még jócskán termelünk most is. Nagyon szeretem azt a mondást, és ilyenkor mindig fel-fel rémlik a fejemben, hogy a földet nem a nagyszüleinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön. Én is igyekszem ennek szellemében élni a mindennapjainkat. Most már 4 éve, hogy itt élünk az otthonunkban, a saját otthonunkban, és azóta foglalkoztat ez a téma. Próbálok folyamatosan alternatívákat keresni, amiket könnyebben be lehet építeni a mindennapjainkba. Mindig úgy próbáltam ezekkel a dolgokkal haladni, hogy amikor egyet kipróbáltunk, bevált, és már automatikussá vált a használata, akkor jött a következő. Elég jó úton járunk most már ezzel, de azért bőven van még hova fejlődnünk. Tudom, hogy nagyon népszerű most ez a téma, és rengeteg videó, írás, bejegyzés lelhető fel ezen a területen, és szerintem ezeknek java része olyan 80-90%-ban megegyezik, de azért is szoktam nézegetni, mert azért találni egy-egy újdonságot, amit még jó aztán kipróbálni. Itt és most én összeszedtem nektek nagy vonalakban azokat a dolgokat, amiket mi magunk is használunk most már, ami az életünk részévé vált, meg is mutatom, hogy mik ezek. Na hát ezeket a dolgokat szedtem én most itt össze, így átgondolva, hogy körülbelül mik azok, amiket használunk, ezen most végig szaladunk. Nem mondok vele szerintem senkinek sem újdonságot, hogy vannak már ezek a többször használatos táskák. Én most már ezekkel telepakoltam az autóinkat, raktam egyet a táskámba, és igyekszem mindig magamnál hordani őket, és véletlenül sem hozni haza nejlonszatyrot. Rengeteg nejlonszatyrom volt, volt 2 nagy táskám, sok-sok táskával, meg zacskóval. Ezeknek úgy gondolom most már elég jól leredukáltam a számát, 100%-ig nem tudtam kiiktatni őket az életünkből, mert kapunk, hoznak, visznek, jön, illetve például a fagyasztóba még mindig nejlonzacskóba teszek le dolgokat, mert nem tudok minden dobozba tenni. Úgyhogy azért sajnos 100%-ig nem tudtam őket kiiktatni, de itt vannak ezek a kis hálós zsákjaim is, zöldségnek, pékárunak. Én ezeket annó, mikor rendeltem az eBay-ről, akkor még nálunk a boltokban nem lehetett ezeket az új, többször használatos kis zsákokat használni, de tök örülök neki, hogy most már szinte minden boltban kapható. Ügyes kezzel otthon varhatnak is maguknak, nem egy nagy ördöngösség. Én mivel mindig mindent magam szeretnék megcsinálni, ezért úgy döntöttem, hogy nem írom föl még ezt is a listámra, mert a jó ég tudja, hogy mikor lesz belőle valami. Így aztán pár 100 forintért rendeltem őket annól az eBay-ről, már többször is rendeltem, és most már tényleg olyan mennyiség van, hogy autóktáskák tele vannak vele pakolva, hogy véletlenül se nyúljak a nejlonzacskókhoz. Aztán egy rendkívül hétköznapi dolog, hát ha esetleg valakinek nem jutott eszébe, a szóda. Nagyon szeretem a csapvizünket, én csapvizet iszom, hébe-hóba előfordul, hogy szódát vagy szörpöt. Hála Istennek nálunk a faluban jár szódás autó, és úgy tudom, hogy a boltunkban is lehet szódát venni és cserélni. Ugye ezeket aztán újra töltik, és megint csak nem dobtunk el palackokat. A konyharuhát és a rongyot azért tettem ide, mert rengeteg papírtörlőt és szalvétát használtunk. Úgyhogy én aztán próbáltam magam fejben átállítani arra, hogy rongyot használjak, meg konyharuhát. A pultok, az asztalok letörlésére nagyon szépen leépítettem, mert most már ugyan van itthon papírtörlő, de ha veszek egy 3 tekercses gurigát, az hónapokig itt van, és megmarad még addig, bőven kitart.
Korábban szerintem kettesével, hármasával vettem ezeket a három darabos papírtörlő csomagokat. Aztán ez azért már egy kicsit nagyobb falat, meg nem mindenkit érint, de én most már mosható pelenkát használok Abigailnél, ezek pedig egy textil pelus felvágott darabjai popsi törlőnek. Beneguznál is nagyon gondolkodtam már a mosható pelenkában, de akkor nem vágtam bele. Nagyon sajnálom, mert ha két gyerkőcöt is kiszolgálhattak volna a pelusok, akkor már még jobban megérte volna, mind hulladéktermelés szempontjából, mind takarékoskodás szempontjából. Na mindegy, nem bánom, hogy belevágtunk, nagyon szeretem. Én ennek köszönhetően, mivel nagyon szép a bőre, popsikenőcsöt sem kell, hogy használjak. Jelentősen csökkentettük ezzel a hulladéktermelésünket. Persze egy kis plusz munkám azért van vele, mert mosni kell, de már ezt is szépen beépítettük a mindennapjainkba. Aztán itt vannak a kulacsok. Nagyon sokféle kulacs van a forgalomban, rengeteg variáció, lehet belőle bőven válogatni. Szerintem a kulacsok most újra reneszánszukat élik. Nekünk is egyre több van már itthon, most már az utóbbi időben próbálom távol tartani magamtól, hogy ne legyen több, mert bőven elég. Kezdünk szépen hozzászokni, hogy mindig legyen nálunk kulacs. Bendegúz is kéri és keresi, meg indulás előtt mindig bejelenti, hogy mit szeretne, hogy vigyünk benne. Úgyhogy, és mint mondtam, ugye csapvizet iszok, meg szörpöt szoktunk készíteni, vagy limonádét. Úgyhogy választjátok ezt a lehetőséget, ha lehetne pedig a fél literes flakonokat. Aztán van nekem itt egy evőeszközkészletem, amiből a kanálrejtés, mondom, fogalmam sincs, hogy hol van, úgyhogy fel kell derítenem. Ezt, ha tudom, akkor bedobom a táskámba. Nem tudok már mindent a táskámba tartani, mert lassan bőröndel közlekedem mindenhová. Ha tudom, viszem a táskámban, hogyha olyan kerti partira, vagy közösségi programra megyünk, ahol eszünk, és igyekszem elkerülni, és nem kérni műanyag evőeszközt, erre bőven elég az is, hogyha bedobtok kanalat, villát, kést, azzal talán könnyebb is, mint ezekkel a faeszközökkel. Vagy a régi katonasságból ismert kanálgép is kapható, ami szerintem még ennél egy fokkal jobb verzió, de ezzel is megoldottam, ugyanis például ez a kis csomag volt nálam a kórházban, mikor Abigail született, kanállal együtt, és azzal tök jól el tudtam fogyasztani az ennivalónkat. Már elég régóta használom ezeket a kis fóliát helyettesítő kis gumifedőket, vízcseppek vannak rajta, nagyon kemény a vízünk. Különböző méretekben egy csomaggal rendeltem, több méret volt benne, szintén eBay-ről érkezett, de láttam már az Aldi-ban is, meg láttam már magyar oldalakon is, hogy lehet ilyet rendelni. Nagyon szeretem, elég jól tapad, ha csak nem zsíros a tányérnak a pereme, úgyhogy bármit le lehet aztán velük fedni, és nem a folpakhoz kell rögtön hozzányúlni, vagy az alufóliához. A szintén az Aldi-ból való, ez a szilikonos sütőpapír, sütőlap, hát már látszik rajta, hogy használtam, szeretnék aztán majd még egyet beszerezni. Van ennek a süteményekhez használatos verziója, ami nem mindegyik rakható be sütőbe, ez kifejezetten sütőpapír, be lehet tenni a sütőbe egészen 220 fokig, és nem a papír, sütőpapírt használjuk hozzá. Nekünk bejött, véletlenül már sikerült megvágnom, mert késsel nem szabad rajta vágni, meg egy picit már elszíneződött a sok használattól, de mindenképpen szeretnék majd beszerezni belőle még egyet, mert van, hogyha sajtos sütök vagy ilyesmit, akkor váltom a tepsiket, és nem jut mind a kettőbe. Aztán most a szoptatás alatt én Bendegúznál még nem tudtam róla, de aztán Abigailnél már megláttam a bababoltban, mosható melltartó betétet használtam. Bendegúznál fogalmam sincs, hogy hány dobozzal ment el belőle, de szerintem több, mint 15. 9 hónapos koráig szoptattam Bendegúzt, úgyhogy most ezt használtam, és szerintem már több, mint 10. Az elején még a simát, és aztán váltottam a moshatóra, úgyhogy szerintem 10,
10-12 doboz melltartóbetétet biztosan megspóroltam vele. Teljesen jól mosható, aztán annyi, hogy radiátoron vagy itt ott, ott megszárítom őket, és mehet tovább. Két csomaggal vettem annó belőle. Szintén az eBay-ről rendeltem két garnitúrát a kozmetikai korongokból. Nagyon szeretem őket, nagyon sokat mostam őket, és ahhoz képest szerintem tök jó állapotban vannak. 1200 forint volt a 20 darab. Szépen, szép tiszták szoktak maradni, mosás után nem találok rajtuk foltokat. Én ezt használom arctonikhoz, használom sminklemosóhoz, sok mindenhez, egyetlen dologhoz nem használom, de azt ritkán is szoktam, körömlak lemosására, arra nem használtam, mert hát erős a gyanúm, hogy az azért nem jön neki belőle. Aztán itt vannak a szívószálak, Benne Guzi imádja a szívószálakat, meg nyáron a férjem is szokott szívószálazni, jégkockázni, úgyhogy rendeltem ezeket a fémeket, ebből két garnitúrám van, mind a kettőhöz kaptam ilyen kis tisztító kefét, és nagyon szépen meg lehet őket tisztítani. Szeretem őket, beváltak. Vinni is szoktam magammal, hogyha ebbe eszközöket viszek azzal együtt ezekből is. Úgyhogy ezeket is szeretem, többféle színben is van az interneten. Volt bambusz szívószál is ehhez a készlethez, viszont annak tiszta szálka volt a közepe, úgyhogy azt aztán elkezdtem használni, mondtam, hogy maradjunk a jól bevált fémeknél. Nem is rozsdásodnak meg semmi, úgyhogy nagyon szépen tisztíthatóak. Aztán itt vannak az uzsonnás dobozok, mindig kurcolunk magunknál, vagy valami kis rágcsálnivalót, vagy hogyha megyünk valahová, akkor szenyót, ilyesmit, az óviba még nem kell vinni ennivalót, úgyhogy így még nem kellett csomagolnom, viszont ezekből a dobozokból is végtelen variáció kapható már a boltokban a legújabb, legnépszerűbb figurákkal és mintákkal és állatokkal, úgyhogy én is próbálok rá odafigyelni, hogyha ilyet készítek, akkor dobozba menjen, rengeteg dobozom van, és nem papírba, szalvétába, folpakba, alufóliába. Most azért éppen ez került a kezembe, mert ezt most kaptam ki Abigailnek a pelusos táskájából. Ebbe szoktam neki egy kis rágcsálnivalót bedobni. Volt milkásunk, volt minyonosunk, azokat most sajnos már meg kellett válnom tőlük, mert összetörtek, de rengeteg félét lehet kapni. Itt, ott, amott, mindenhol. Illetve hulladékot ugyan termelünk így is rendesen, úgyhogy én aztán beszereztem magunknak, nem is emlékszem pontosan, hogy mikor, egy szemetest. Ez a szemetes kétrekeszes, a pandamaci azért került rá, mert Benne Guzi így tanulta meg, hogy ebbe megy az újrahasznosítható holmi, ebbe pedig a kommunális hulladékunk. És most már ezt úgy csináljuk, hogy mikor ebbe belekezdtem, hogy kicsit jobban odafigyelni a szelektív gyűjtésre, akkor utána olvastam a hulladékgazdálkodónak a honlapján. Ez fontos, hogy nézzetek utána, mert engem is értek újdonságok, hogy melyek azok a hulladékok, amiket el lehet vinni a szelektívbe. Nagyon sokféle műanyagunk van, amit lehet vinni, de sokféle van, amit nem szabad beledobni, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Úgyhogy annak érdemes utána nézni, illetve hogy mit, hova és hogyan, milyen formában szabad beledobni a szelektív gyűjtőbe. Minden napjainkban tehát ez úgy néz ki, hogy mikor megtelik a szelektív hulladék, akkor kivisszük a garázsba. A garázsban tákoltunk a férjemmel egy szelektív hulladék gyűjtőt, mutatom róla a képet. Nem valami mutatós, nem valami dizájnos, viszont nagyon jól ellátja a funkcióját, mert itt tartunk fent egy papír, egy műanyag és egy üvegfém zsákot, ezekből van a legkevesebb, az üvegből és a fémből, és akkor ezeket, mikor már azért van benne, és látjuk, hogy kiürítették a szelektíves, mert nagyon sokszor tele van, akkor visszük, amelyiket tudjuk, amelyiket kell vinni. Ez tök jó bevált most így nekünk, ez a kinti gyűjtő, ez nem régóta van a garázsunkban, viszont működik, úgyhogy nem kell itt semmi nagy ötöngösségre gondolni, ez pár lécből, csavarból és szemetes zsákokból készült.
Na hát ezek azok a dolgok, amiket mi most már azért mindennapjainkban használunk. Amiket nem tettem még ide nektek, és közben eszembe jutott, van nekem egy mosogatószivacsom, most már többször is vettem belőle, ez komposztálható. Vettem már a CBA-ban, az kókuszdióból készült, ezt pedig most a metróban vettem, és ez pedig dióból készült, mind a kettő komposztálható. Illetve korábban zacskóban készítettük a jégkockát, ezeket is lecseréltük már műanyag, illetve szilikon jégkockatartókra, ez is már annyival kevesebb. Próbálkoztunk már a bambusz nyelű fogkefével, viszont az a fajta, amit először vettem, nagyon puha sörtéjű volt, egyáltalán nem éreztem azt, hogy tisztítaná a fogakat, úgyhogy ebből majd még keresgélek, mert biztos van belőle több fajta is. Amiken még gondolkodom, ezek a dolgok, amiket már használunk, ezek most már nekünk teljesen jól beépültek a szokásaink közé, és nem furcsák, nem okoznak kényelmetlenséget. Amin még gondolkodom, nagyon tetszenek a mély viaszos kendők, viszont úgy gondolom, hogy azért elég drágák. Bár most már láttam az Aldiban is, eddig azért normál szupermarketekben nem láttam, hogy kapható. Illetve felvágott sajt vásárlásánál rá kéne most már egy kicsit gyúrnom, hogy ne kérjem a csomagolást, amiből belehajtogatják, hanem hogyha pultból kérünk, akkor inkább vinnénk magunkkal dobozt, és akkor kérnénk abba. Aztán még mindig használok szemetes zsákot a konyhai szemetesünkbe, mert cudarul néz neki, hogyha nem lenne benne, és minden alkalommal sikálni kéne. Ez még az én kényelmem. És még amiken régóta gondolkodom, hogy szeretnék beszerezni textil szalvétákat. Mi szalvétát csak különleges alkalmakkor teszünk az asztalra, nem használjuk őket nap mint nap. Viszont akkor ezeket is mosnám, és dekorálni is lehet őket, mert nagyon sokféle szalvétagyűrűt is lehet kapni. Úgyhogy így vagyunk most mi, ezeket a dolgokat most már szokásra alakítottuk, és használjuk. Én úgy érzem, hogy észre is vehető ez a hulladéktermelésünkön, mert korábban már a hét közepén alig vártuk, hogy jöjjenek aztán a hulladékszállítók, mert tele volt a szemetesünk. Most viszont van olyan, hogy nem húzzuk ki minden szállítás előtt, ha Bigel közben megérkezett. Úgyhogy most már nem minden szállítás előtt húzzuk ki. Ezen is érezhető, hogy kevesebb lett, hál' Isten, a szemét, amit kidobunk. Próbáljátok ki, szerintem érdemes ezekből belevágni, mert mind a mellett, hogy kevesebb a szemét, de nagyon sokat lehet velük spórolni is, mert nem egyszer használatos dolgokat vásárolsz. Hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek jelezzétek, legyen szép napotok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!